2019-ben is folytatjuk a főzést itt az RK Hotel látványkonyhájában. Nagy karácsonyi ünnepi étkezés után mit lehet enni? Hát, mit érdemes enni? Most egy könnyű, mondhatjuk azt, hogy vegetáriánus ételt fogunk készíteni. Egy zöldséges bulgurt. Bulgur az alapanyag, bulgurról mit érdemes tudni? Bulgur, na hát az ugye az egy tört búza a másik neve. Ez úgy készül, amúgy, hogy a nyers búzaszemeket leszedik, megpárolják, utána megszárítják és összetörik. És ennyi amúgy, szóval ezek búzaszemek végül is. De hogy egészségesebbnek mondhatom, mint a rizs? Sokkal egészségesebb, mint a rizs. Ugyanúgy ugye sokkal több benne az ásványanyag, vitamin, szóval minden. Jobban szerettem én is a rizs helyett inkább ezt használni. Így van. Töltelékekbe is bele lehet rakni. Töltött káposztát is lehet ezzel csinálni, szóval, de amúgy ízben nem fog nagyon változtatni rajta semmit se a töltött káposztán. Csak esetleg egy kicsit egészségesebbé tesszük. Jó? Kezdjünk hozzá. Kezdjünk hozzá. Mit kell csinálni? A te feladatod most nagyon egyszerű lesz. Te csak kavargatod a serpenyőben lévő alapanyagokat, amit én szépen dobálok, vágok össze, jó? Kezdjünk egy kis új hagymával elsőnek. Itt összeaprítom gyorsan, utána jön hozzá egy kis sárgarépa, vagyis most a citromrépa. A citromrépa az... Az csak a színébe. Az csak színe. Hát ez olyan, mint a múltkori adásban a lilaburgonya, itt is van színes íz. Így van, így van. De ez viszont, ez már szerintem nem ilyen eredetileg, ez már valószínűleg génkezelt, mert most már ugye lehet kapni nem csak citromlépát, lila répát is lehet kapni minden. Hát akkor amilyen színbe szeretnénk, olyan. Így van. Jó. Hogyha a kertben találkozik vele a nyuszi, akkor meglepődik. Így van, főleg a lilától. Jó, nagyszerű. Akkor jöhet rá egy kis só. Bors. Nagyon kevés kakukkfű. És én úgy gondoltam, hogy egy kicsit még megszínezzük az ételt. Még egy kis sáfrányt is rakunk hozzá, vagy sáfrányos szeklicét, ugye ez a sáfránynak a bibéje végül is. Uh-huh. Ez az olcsó változata. Na akkor a zöldségeink megkirultak. Mindenféle zöldség ugye benne van, a gomba, a zöldborsó, bármit lehet belerakni, amúgy cukkini, padlizsán, paradicsom, még az kimaradt, de mindjárt még rakok bele. Én ezt odaadnám neked, jó. És szerintem hát ez majdnem, hogy mindet belerakhatod, jó? Amíg én vágok össze egy kis koktél paradicsomot még a végére. A bulgurnak az elkészítése az hogy történik? Az is nagyon egyszerű, hál' Istennek. Kétszeres mennyiségű vízzel, kevés sóval megfőzzük. Amikor már alig van alatt a víz, akkor letakarjuk, és levesszük a gáztűzhelyről, és 10 percig pihentetjük. Amúgy egy olyan 15 perc alatt, maximum 15 perc alatt el lehet készíteni a bulgurt. Szóval nem kell hozzá semmi más, csak só, meg egy kis víz. És akkor most csak összeforgatom, kicsit megpirul. Kicsit megpirul, még rakunk hozzá akkor egy kis koktélparadicsomot, és még egy párat azért vágok bele, mert kevésnek tűnik. Ja, nagyon színes ételnek tűnik. Meg finom is lesz, reméljük, nem csak színes. Jó. És én még azt szoktam mondani, hogy egy kis friss petrezselyem sosem árt. Minél több, annál jobb. És szerintem el is készültünk, hogyha ezt összekevered, utána tálalhatjuk is.
És akkor jöhet a tálalás? Így van, már csak ez maradt hátra. Mennyit tegyek rá? Ide szépen, középre. Ugye ez most egy tál étel, nem köret. Ez tényleg egy vegetáriánus étel, úgyhogy vegetáriánus és kímélő ugye a karácsony után. Még egy kanállal. Meg lehet szórni sajttal is. Meg lehet úgy is csinálni, mint egy risottót, szóval sokkal szaftosabbra az ételt. Bárhogy el lehet készíteni. Ugye és akkor ezt is egy kis csírával? Egy kis csírával megdíszítjük. Kis balzsamecetet is locsolunk még a tányérra, hogy kiemeljük az ételt. És akkor így elkészült az év első. Így van. Ebédje, vacsorája, bármire jó. Jó étvágyat kívánunk önöknek. Jó étvágyat kívánunk.